napot kívánok, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a konferencián megfogalmazhatok egy álláspontot, amit előre bocsátok a viták és félreértések elkerülése végül és fenntartató fejlődés bizottságának az álláspontja lesz, hanem az én személyes legjobb szakmai meggyőződésem, amit ismertetni fogok önökkel. Elég nehéz helyzetben vagyok, őszintén szóval nagyon erős a kísértés, hogy dobjam félre az egész előadásomat, és reagáljak pusztán arra, amit Fellegi miniszter úr elmondott. Nagyon sok izgalmas és vitatott téma került elő, amelyekről a parlamentben is már nem egyszer vitatkoztunk. Ennek ellenére én mégis arra jutottam, hogy az eredeti előadásomhoz fogok most ragaszkodni, és a panelban majd kitérünk azokra a kérdésekre, amelyek tekintetében vita van köztünk. Alapvetően az atomenergiát illetően két külön megválaszolandó kérdéssel kell szembenéznünk. Az egyik, hogy kivezetendő-e egyáltalán az atomenergia, azaz van-e szándék bennünk arra, hogy az atomenergia használatáról lemondjunk. A másik pedig az, hogy kivezethető-e, azaz technikailag megoldható-e az atomenergia kivezetése Magyarország vagy más országok energiamixéből. Ez a két kérdés, bármennyire különállónak tűnik, nagyon sokszor összefolyik, és a két tipikusan kialakuló álláspont az az, hogy a két kérdése azonos választ adnak, függetlenül sokszor szakmai érvektől, vagy tényszerű alátámasztásoktól. Az eredeti értékválasztás, meg illetve a lehetőségre vonatkozó választás, az szorosan összefügg. Nagyon kevesen adnak eltérő választ erre a két kérdése. Röviden a kognitív diszonancia elkerülésének szándéka, az egy nagyon nagy úr. Tehát azt mondani, hogy ki kell vezetni az atomenergiát, de nem tudjuk megtenni. Ez egy nagyon nagy belső feszültséghez vezet. Illetve az, hogy nem tartjuk kivezetendőnek, szeretjük tulajdonképpen az atomenergiát, de nem tartjuk igazából alkalmasnak az energiagondok orvoslására egyéb okokból. Ez is egy komoly belső konfliktus helyzet. Tehát ritkán jutnak erre a válaszadók ebben a konfliktusban. És a két jellemző álláspont, hogy kivezetendő és kivezethető, vagy nem vezetendő ki, és nem vezethető ki. Az első kérdése, hogy kivezetendő-e, viszonylag állandó a válasz, időben kevéssé változik, bár itt felhívnám a figyelmet, hogy azért a fukushimai balesetnek a hatása az itt is érzékelhető, tehát a társadalmak széles körben változtattak a véleményükön, vagy jelentős mértékben változtattak a véleményükön, és elég sokan, és ezt nemzetközi felmérések is, nyár elején az Ipsosnak volt egy nagy nemzetközi felmérése, mint egy 20 országra kiterjedően, amely azt mutatta meg, hogy bizony a fukushimai baleset az atomenergia megítélését, az első kérdésnek az eldöntését, hogy kivezetendő-e, azt befolyásolta. Mégis nagyon sokszor viszonylag fix álláspontokkal állunk szemben. Magyarországon is a közbeszédben, a sajtóban sokszor az érzésünk volt, mintha Fukushima meg se történt volna, és azok az atompárti álláspontok, amelyek korábban a paksi atomerőműre vonatkozóan elsősorban atompárti álláspontként megfogalmazásra kerültek, ezeken semmilyen nyomot nem hagyott a fukushimai baleset. A kivezethető-e kérdése az egy időben változó, változtatható és tényszerűen változó választ eredményez. Folyamatos monitorozást és aktualizálást igényel. Egész egyszerűen az a környezet, pénzügyi technológiai környezet, amelyben ezt a kérdést meg kell válaszolni, az folyamatosan változik. Tulajdonképpen szembe kell néznünk azzal, hogy vége van annak a világnak, amikor hosszú távú döntéseket tudunk hozni, és ezekhez évtizedeken keresztül tudunk ragaszkodni, egy gyorsan változó technológiailag, gazdaságilag, társadalmilag és politikailag rendkívül gyorsan változó világban élünk, és mindig ezekben az aktuális szituációkban kell a válaszokat megfogalmazni. Olyan időtávú döntéseket kell ebben a folyamatosan változó világban meghozni, amelyeknek az időtávja, hogy miniszter úr is említette, 50-60 év, vagy ha az atomhulladékra gondolunk, akkor 10 000 éves nagyságrendű hatásai vannak.
miközben évtizeden belül gyökeresen átalakulnak a nemzetközi gazdasági és politikai erőviszonyok. Nézzük meg, hogy ebben a változó erőtérben mi történik tulajdonképpen a világban. Azt látjuk, hogy az atomenergia megjelenése a világ energia termelésében az 50-es, 60-as években egy robbanásszerű boomot hozott az újonnan üzembe helyezett blokkok, atomerőművek tekintetében. Tehát megindult egy elképesztő növekedés az atomenergia részarányában, a világ energia felhasználásában, amely valamikor a 80-as évek közepe táján érte el a csúcsát, 85-86 körül. Sokan azt mondják, hogy ez annak köszönhető, hogy a csernobili katasztrófa visszavetette az atomerőműve beruházásokat. Ez tényszerűen nem igaz. Ez egy tulajdonképpen majdhogy nem egy véletlen egybeesés, hogyha figyelembe vesszük, hogy egy atomerőművi beruházás időtartama a döntéstől a megnyitásig, a rendszerbe lépésig 10 éves nagyságrendű. Tehát amikor bekövetkezett a csernobili katasztrófa, akkor ott kellett már állni a kulcsra készen tucatnyi atomerőműnek, amelyeknek a megnyitásáról nem a csernobili katasztrófa következtében döntöttek. Ennek ellenére, és hogyha a 10 évre azt mondjuk, hogy mondjuk a beruházás első 4-5 éves időszakában még viszonylag kevés költséggel ki lehet szállni egy ilyen döntésből, akkor mondjuk azt, hogy egy körülbelül 4-5 éves csúszással tudott megjelenni az atomerőmű átadásokban a csernobili katasztrófa hatása, akkor ha megnézzük ezt az ábrát, tulajdonképpen valamikor 1990-91 körül kellett volna érzékelhetően megjelenni az újonnan átadott atomerőművi blokkok számának csökkenésében a csernobil hatásának. Nem ez történt, 85-86-ban megindul a meredek zuhanása a újonnan átadott atomerőművi blokkoknak, tehát valamilyen mások állt az atomenergiától való elfordulás mögött, és a csökkenő számú újonnan megnyitott blokkok, illetve erőművek mögött, és erre majd később vissza fogok térni. Azt is látjuk, közben a sárga kis oszlopok a bezárt reaktoroknak a számát mutatják a világban, hogy természetesen ahogy az első kezdetben átadott atomerőművek élettartama lejárt, kezdték ezeket kivonni az energiatermelésből, és a 90-es évektől kezdve tulajdonképpen mintegy 2 évtizeden keresztül nagyjából egyensúlyban voltak a újonnan belépő és a kivonásra kerülő blokkok, majd többségébe kerültek a kivonásra kerülő blokkok. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a világ az atomenergia használatnak egy 70-es, 80-as években csúcsosodó reneszánszát követően elkezdett valamilyen okból elfordulni az atomenergiától. Különösen igaz ez a fejlett világra, és az, hogy az atomenergia, vagy az újonnan átadott blokkok számában ezt az ábrát látjuk, az elsősorban a harmadik világ, vagy az újonnan feltörekvő országoknak az atomerőmű építéseinek köszönhető. Kína, Oroszország, India adja ki a világ építés alatt álló atomerőmű blokkainak több mint 60%-át. Európa, Egyesült Államok gyakorlatilag nem épít új atomerőműveket. És a közelmúltban számos európai ország nyíltan megfogalmazta, hogy vagy megerősítette korábbi döntését arról, hogy nem kíván az atomenergiára támaszkodni, vagy felhagy az atomenergia használatára. Erre hivatkozva szokták azt mondani, hogy a feltörekvő gazdaságok, például Kína a növekedését az atomenergiára alapozza. Nézzük meg, hogy mi történik tényszerűen Kínában. Kínában az újonnan létesített nukleáris és szélerőmű kapacitások összehasonlítását megnézzük. Az látszik, hogy 2008 óta az újonnan átadott szélerőmű kapacitások robbanásszerű növekedésnek indultak, és 2008-ban, illetve korábban már 2006 körül elindult ez a növekedés. 2008-ban meghaladta az újonnan átadott atomkapacitásokat, és azóta körülbelül a 4-5-szörösére nőtt az atomkapacitásnak, amelynek a mennyisége időben egyébként nem növekszik, és Kína igazából már ma lényegesen több
elektromos energiát állít elő megújuló energiaforrásokból, mint atomenergiából. A nagy kínai atomenergia boom, atomenergia reneszánsz, ami azt jelenti, hogy ha üzembe helyezik az építés alatt álló kb. 30 reaktort az elkövetkezendő 10 évben, akkor a kínai energiaigény 1,7%-áról kicsit kevesebb, mint 4%-ra fog nőni a atomenergia termelésnek a részaránya. Ami persze csak részben a megújuló energiák növekedésének köszönhető, részben, és ez egy külön itt nem megnyitandó vitát kell, hogy generáljon, szén alapú villamosenergia termelésre támaszkodik alapvetően Kína, tehát továbbra is ez egy kérdés, hogy a dekarbonizációt hogy lehet megvalósítani. Mindenesetre az a mítosz, hogy Kína az atomenergiára épít, az némi árnyalásra szorul. Az Európai Unióval nagyon megy az időm, úgyhogy csak röviden, gyorsan szaladjunk végig. Az Európai Unió tulajdonképpen az elmúlt években nagyon nagy mértékben a megújuló energiákat helyezte előtérbe. Az újonnan belépő villamos energiakapacitásokat mutatja ez az ábra. Látszik, hogy a gáz felhasználás jelentős bővülésen esett át, de az összesítve a megújuló energiákat, akkor az újonnan belépő gázkapacitásokkal összemérhető a megújuló energiáknak a belépése. Az atomenergia esetében pedig a kilépő és belépő kapacitások egyenlege negatív, tehát csökkent az Európai Unióban a nukleáris energia felhasználása. Miért történik mindez? Elsősorban azért, mert ez egy globális hasonló részarányt mutat, tehát az atomenergia részaránya a világ villamosenergia termeléséből versus a megújuló energiák. Lábra nem egészen jó, mert nem megújul plusz nagyvízi, hanem megújuló mínusz nagyvízi, tehát a nagy ipari léptékű vízerőművek azok ki vannak véve ebből az ábrából. Tehát a megújuló mínusz nagyvízi plusz kapcsolt energiakapacitások 2005-ben globálisan meghaladták az atomenergia termelést, és azóta tovább nyílt szét ez az olló. És a megújuló, ennek az oka, hogy a megújuló energia előállításának a költsége meredeken csökken. Az Egyesült Államokban az elmúlt két évben a fotovoltaikus villamosenergia termelés ára a felére csökkent. Egyes tagállamokban, például Kaliforniában, ahol magas a hálózati villamosenergia ára, ott ma már a fogyasztói ár aláesett a fotovoltaikus elektromos energiatermelés, tehát gyakorlatilag jobban megéri napelemeket a háztetőre szerelni, mint megvenni a szolgáltatótól az áramot. Az összes többi tekintetben is az elmúlt két évtizedben egy hihetetlen meredek csökkenés, és a jövőben egy laposodó, de tovább folytatódó költségcsökkenés prognosztizálható. És ahogy egyre szélesebb körben használjuk a megújuló energiákat, úgy egyre javulnak a technológiai feltételek, az ipar mérete is nő, és ez tovább a bekerülési költségeket tovább tudja csökkenteni. Ezzel szemben az atomenergia költsége az folyamatosan nő. Ez egy globális átlag bekerülési költségeknek egy ilyen átlagát mutatja, tehát egy folyamatos növekedés, ez a tervezett bekerülési költségek. És azt gondolom, hogy itt térjünk vissza arra, hogy miért a 80-as évek közepén kezd el esni az újonnan belépő nukleáris kapacitásoknak az újonnan beépülő kapacitásoknak a mennyisége. A 80-as évek közepére nagyon jelentősen megemelkedett a nukleáris energiának a bekerülési költsége. De nézzünk frissebb adatokat, ugye Európában két atomerőmű épül, a francia Flamanville, illetve a finn Olkiluotói erőmű. Ez a finn erőmű bekerülési költségeinek és a tervezett építési időnek az alakulása. Látszik, hogy Finnországban, amelynek a kormányzati tervezés pontossága és a korrupciós felár tekintetében egy hajszállal talán Magyarország előtt jár. Ebben az országban egészen döbbenetes költségnövekedés következett be az eredetileg tervezethez képest. A 2500 milliárd euróról
nem 2,5 milliárd euróról emelkedett föl 6-ra, tehát ez körülbelül egy 2,5-szeres növekedésre lehetett itt számítani. És általában az atomenergia költségei tekintetében itt hasonló költségnövekedéssel kell számolni. Kapok még 2 percet? Másfelett, jó. Miniszter úr említette, hogy a kormány döntés az, hogy a megújulók és az atomenergia párhuzamos fejlesztése lehetséges-e békés egymás mellett élés politikáját folytatni. Én azt gondolom, hogy a diverzitás nem minden esetben előny. Ezek sokszor versengő, nem pedig kiegészítő technológiák. Egyrészt a fejlesztésre szánt források korlátosak, tehát hogyha a paksi atomerőműre költünk el 2-3 ezer milliárd forintot, akkor azzal részben a megújuló energiák fejlesztése elől vonunk el forrásokat. Mind a kettő ilyen vagy olyan formában az állam részvételét igényli. A hálózatfejlesztési igényei mások az atomenergiának és a megújuló energiának, tehát nagyon nehéz hálózatot fejleszteni úgy, hogy optimális legyen az atomenergiára is és a megújulókra is. Más piacszerkezeti megoldásokat, más szabályozási környezetet igényel. Tehát valójában itt azért előbb-utóbb egy értékválasztást kell tenni abban, hogy melyik irányba mozdulunk el. Ha a költség alakulásokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy már a mostani tudásunk szerint is rövid távon kedvezőbb költségkilátásokkal és tőkehozzáférési adottságokkal rendelkezik a megújuló. Európai Uniós forrásokat fel lehet rá használni, illetve a megújulók gyakorlatilag az építés kezdetét követően nagyon hamar elkezdik visszahozni a befektetett tőkét. Az atomenergia évtizedes távlatban, a költés kezdete után évtizedes távlatban kezd el ilyen eredményekkel járni. Tehát összességében azt gondolom, hogy az atomenergia szükségességét és a szükségesség fenntartását egy magától értetődő igazságnak tekinteni, ennek a kornak vége van. Újra kell gondolnunk, hogy milyen lehetőségeink és milyen kockázatai vannak az egyik vagy másik döntés mellett, és azt gondolom, hogy egy ilyen konferencia, mint ez a mostani is, pontosan alkalmas arra, nagyon alkalmas arra, hogy ezeket a kockázatokat és értékválasztásokat, költségeket és veszélyeket megvitassuk, és bízunk abban, hogy ez a vita úgy fog lefolyni, hogy még hatást tud gyakorolni az ezzel kapcsolatos magyar energiapolitikai döntésekre is. Köszönöm szépen!